nézzük meg a hasmenés, a hars, csikarás, a puffadás körüli dolgokat, mert nagyon szerteágazó okokról lesz itt szó. Ugyanakkor rá fogunk döbbenni arra, hogy ha valakinek nem akar elmúlni a hasmenése, hogy annak mi a biológiai háttere, gyökere, oka és foka. Rögtön tisztáznunk kell, hogy a betegségek kialakulásának van három alapvető oka. És itt nagyon, de nagyon emeljük a fizikai tényezőket. Mert a toxikus világunkból, ami bejut a szervezetünkbe, az kérem szépen, hát emésztési panaszokat fog okozni. Ugye a biológiánk arra van szoktatva évmilliók óta, hogy minden itt megy be, és minden lent megy ki. Tehát ez a természetes kapcsolatunk a világgal, ami belénk jut, ez ezen a majd 9 méteres csőrendszeren végighalad, amire szükségünk van, az felszívódik, és ami meg felesleges, az kívül. Ezzel így nincsen semmi baj, de hogyha a táplálkozásunkban különös dolgok fordulnak elő, és erre is ki fogok térni, vagy mérgezéseket szenvedünk el, akár gombamérgezést, vagy bármilyen más romlott ételt teszünk, akkor ez természetesen a szervezetünket arra készíteti, hogy megszabaduljon attól, ami bekerült. És itt akkor nem beszélhetünk stresszről, lelki okokról, érzelmekről, egyszerűen fizikai tényezőkről van szó. Aztán, amikor az ember stresszes, azért akkor néha-néha elkapja a cifra, ez biztos így van, főleg amikor már túl van mondjuk egy vizsgán, akkor a fokozott bélperisztaltika az ugye kiadja magát. Na most itt az érzelmi szinten elindított emésztési zavarok azokat ezen a szinten kell megoldani természetesen, és hogyha nem zárul le ez az egész, ha nem zárul le, akkor jönnek a krónikus, az elhúzódó dolgok, mert kitartóan tudunk ragaszkodni valamihez, ami régen-régen történt, és ez minket még mindig érint. Aztán jönnek az önsorsrontó hiedelmeink. Na, ez aztán egy nagyon komoly téma, mert ahogyan én önmagamra gondolok meg a világomra, és akkor ezt úgy mondanám egyetlen szóval, hogy az elképzeléseim, tehát ezek elképesztő dolgokat tudnak csinálni velünk, mert, jegyezzük meg, ezt az új könyvemben is többször ismétlem, a nagyokos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Nos, az, hogy mi történt egy órával ezelőtt, vagy 5 perccel ezelőtt, már az is csak illúzió, mert az már elmúlt. Az egyetlen valóság, hogy én itt beszélek, és néhány száz ember ezt figyeli. Ez az egyetlen valóság ebben a pillanatban. Hogy ki hol figyeli, és mennyire figyeli, na ez már a saját története, mert ha csak félszemmel néz ide, és közben másra figyel, akkor nincs jelen a pillanatban. Aztán jönnek itt a tévhitek, a tabuk, és hát a táplálkozás körül rengeteg, de rengeteg tévhitünk van, és nagyon tudományosan tudunk táplálkozni, nagyon-nagyon meg tudjuk határozni, hogy miből mennyit, hány grammot, mi az egészséges, mi az egészségtelen, stb. Úgyhogy lesz miről beszélni a mai nap, de akkor egyezünk meg abban, hogy nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörében mindaz, ami hiánybetegség, tehát valamilyen tápanyagot nem fogyasztok, vagy egyoldalúan táplálkozom, vagy éppenséggel mérgezem magamat gyógyszerekkel, vegyszerekkel, stb. Ezek fizikai szintű mérgek, mert azért a lelki mérgek az más tátészta. Jönnek ugye a balesetek, a műhibák, okozta egészségkárosodások, hát valakinek kiveszik a gyomrát, vagy kiveszik a nyelőcsövét, vagy a belének kiveszik több, mint a kétharmadát, ott már lesznek felszívódási zavarok, ugye?
És vannak a sugárzások okozta egészség romlások, ezek egyike se tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, de ha én egy műtét után vagyok, és nem tudok rendesen táplálkozni, és állandóan érzem, hogy éhes vagyok, nyilván másodlagosan elindít egy MAI programot. Tehát a következmény konfliktusokra nagyon oda kell figyeljünk, és nagyon tisztában kéne legyünk azzal, hogy miként tudjuk magunkat megbetegíteni, és természetesen, hogy miként tudunk meggyógyulni. Szóval az a germán gyógytudomány, amit dr. Rike Gerdhammer írt, az germán gyógytudomány, leánykori nevén új medicina, de ezt Hammer doktor átnevezte, pontosan azért, mert rengeteg új medicina jelent meg, szerte az országokban, és különbséget akar tenni a különböző új medicinák és a saját tudománya között, tehát ez germán gyógytudomány, vagy volt germán új medicina, ez a GNM, a rövidítése. Ezt Hammer doktor orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Ez egy nagyon mélyen szántó mondat. Nagyon-nagyon fontos üzenete van, mert nem elég, hogy agyalok ezen a gyönyörű táblázaton itt a hátamnál, ami ki volt nekem téve a rendelőbe 2 évig, és teszteltem, hogy vajon tényleg úgy van, ahogy Hammer doktor mondja, és hát mindig igaza volt. Szóval az agyalás az még nem fog rajtunk segíteni. Az se segít, ha megértem, hogy miért betegedtem meg. Most már tudom, hogy miért betegedtem meg, de ha nem oldom föl a dolgokat érzelmileg, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Hammer doktor tragikus életére nem akarok most külön kitérni, mert az egy külön előadás témája, elérhető, bárkinek a weblapon megnézheti. De annyit tudnunk kell róla, hogy a saját betegségének a következménye lett az, hogy felfedezte az 5 természet törvényt, ebből az első a rák vas törvénye, amit 1981 őszén jelentett be előbb a kollégáinak és aztán a világnak. Erről van szó, hogy a itt látható 19 éves fia karjai közt halt meg, minek utána az olasz trónörökös, a szabolyai herceg tökrészegen 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesítette. A légynek sem ártott ez a fantasztikus fiatal ember, aludt egy csónakban, egy kikötőben, Kávaló szigetén, egy kikötőben, és kapott álmában 2 golyót, csónakon keresztül. A gyermek 111 napig küzdött az életéért, vigilkómában volt, 19 műtéten ment, tehát végül meghal az apja karjai között. 2 hónapra Rahámer doktornak már rendes heredaganata volt, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő daganata és a fia elvesztése között, mert, hogy magyarán mondjam, azelőtt tök egészséges volt. És miután felépül, bár a kollégák 1% túlélési esélyt se adtak neki, mondván, hogy teli van átétekkel, szóval miután ő felépül, visszamegy dolgozni, mint belgyógyász főorvos, egy nőgyógyászati ráklinikára, nem messze Münchentől, és ott megkérdezi a daganatos betegeket, mint gyógyult daganatos beteg, hogy és az ő életükben, a daganat megjelenése előtt nem volt-e valami nagyon váratlan, súlyos esemény, ami úgy jött, mint derült égből a villámcsapás. És ezt az egészet magányosan élték át. Természetesen a válasz mind a megkérdezett 200 esetben igen volt. És ekkor Hammer doktor megfogalmazza a rák vas törvényét, amiben rögzíti a DHS kritériumait, halott fiáról, Dirk Hammerről nevezte el azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy daganat elinduljon a szervezetünkben, de amint az később ugye kiderült, nem csak a daganatra vonatkozik, hanem minden értelmes biológiai külön programra vonatkozik az, vagy kell hozzá egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, ennek a hátterében mindig egy félelem van, ami váratlanul, meglepetésszerűen jött, és magányosan éltem meg. A probléma az, hogy benne maradok a konfliktusban. Kérem szépen, az első és legfontosabb megoldási kulcs úgy szól, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ezt nem győzöm aláhúzni, kiemelni, stb. Stb. Ha
Ha lezárnánk békével a napjainkat, nem lennének krónikus betegségei. Ez ennyire egyszerű. De mi még mindig a múltban élünk, még mindig rágódunk azon, hogy miért így történt, és miért nem úgy történt, stb. Szóval Hammer doktor rámutatott arra, hogy ezek az érzelmi megrázkódtatások az agy közvetítésével indítanak el szervi elváltozást. A lélek agyszerv tengely egy fantasztikus rendszer, amiből, ha az egyiket tudom, a másik kettőt már ebből tudom kikövetkeztetni. Tehát, ha a beteg őszinte önmagához és a terapeutához is, és valóban elmondja, hogy ő mit élt meg, akkor ebből már tudjuk, hogy az agyban hol van a Hammeri góc, vagyis hova csapódott be ez az érzelmi megrázkódtatás, és tudjuk, hogy mivel kell foglalkozni, mert a tünetek alapján, itt van a táblázatban, a tünetek alapján rá tudunk kérdezni arra a bizonyos konfliktusra, ami ezt okozhatta. A lélek itt ugye csupa nagybetűvel van írva, meg az agy, meg a szerv, de ez nem az a nagybetűs lélek, ami mindig volt és mindig lesz, ami a lényünknek a 96%-át tölti ki, 4% biológiai test vagyunk, tehát ennyit látnak belőlem, kedves hallgatók és nézők, ennyi, mindannyian ennyit látunk a másik emberből, mert a szemünkkel a 400 és 700 nanométer hullámhosszú sugarakat vagyunk képesek csupán felfogni. Ezt jó lenne megjegyezni, és nem 100%-ban azonosulni a biológiai testünkkel és annak szükségleteivel, mondjuk csak 4%-ban. De hát ez egy folyamat, amin át kell menni, és rá kell döbbenjünk arra, hogy amikor nyugodtá tesszük az életünket, onnantól kezdve nincs szükségünk ezekre a külön programokra. Nagyon jó a megnevezés, hogy értelmes biológiai külön program, mert különben nem indul el, csak ha én elindítom, unalmában senki se fog megbetegedni. Na most, amikor történik egy érzelmi megrázkódtatás, akkor minden érzékszervem a rátartozó információt rögzíti abban a pillanatban. Hogy mit hallott, vagy milyen zene szólt, vagy milyen volt a páratartalom, vagy milyen illatot érzett az orrom, mit látott a szemem, éppen mit emésztettem, mondjuk csúsztatott palacsintát, vagy madárfejet. És hogyha én ebben a pillanatban még elkezdek hatalmasan bosszankodni is, akkor az emésztő rendszerem megjegyzi a megemészthetetlen bosszúságomat, hogy kötődik ehhez a bizonyos vacsorához, vagy amit éppen ettem, vagy éppen amit emésztek, és innentől fognak elindulni a különböző ételallergiák és minden, amire úgymond a medicina, a mai akadémikus medicina nem találja, nem akarja találni a megoldást. Tehát ezek lesznek azok a bizonyos sinek. Ne feledjük el, hogy a megoldás nem a sinek kerülgetéséből áll. A sinek nagyon jó, hogy vannak, mert megmutatják, hogy mivel kell foglalkoznunk, illetve milyen körülmények közt éltük meg magát a konfliktus. Tehát a sinek erre fantasztikusan jók. Viszont, ha valaki csak a sineket akarja kerülgetni, akkor hiába költözik ki a Marsra, akkor is magával viszi azokat az emlékeket és azokat a fel nem dolgozott konfliktusokat, amit viszont neki kéne feldolgozni, mégpedig érzelmileg. Ez a kulcsa az egész történetnek, és hát ugye mindig jön a kérdés, hogy és ezt hogy kell feloldani érzelmileg, pontosan a fordítottja a félelemnek, amikor már nem a félelem van bennem, hanem a hála, a megelégedés, a megértés, a megbocsátás, stb. Stb. Minden, ami pozitív érzés. Van egy előadásom, amire ugye arról szól, hogy január 5-én mondtam el, mint megoldásokról szóló előadást, hogy újrakezdés, új alapokon minden nap egy új lehetőség. És benne van, hogy keressük meg a kakiban az aranyat. És ha ezt meg fogjuk tenni, akkor fogunk valamit tudni érzelmileg megoldani. De van egy nagy-nagy bukta, mégpedig az, hogy senki, de senki nem fogja tudni, hogy én mit éltem meg abban a pillanatban, amikor az a bizonyos történet megtörtént. Ezt mindenki csak maga tudja elmondani. És elképesztő dolgok
kapcsolatok, az asszociatív gondolkodásunk elképesztő, hogy mikre nem tudunk mi gondolni abban a pillanatban, és ezek fogják kialakítani azokat a bizonyos síneket. És ugyanakkor meghatározzák, hogy az én megélésem mi lesz. Mert számomra az egyetlen valóság az én megélésem. Hogy én akkor, amikor azt mondták, hogy, akkor én arra mit éreztem. Nem, hogy mit gondoltam, mit éreztem. Ugye ez a két dolog összekapcsolódik, az érzés és a gondolat, és együttesen fog elindítani bennünk egy programot, de az érzés az, aminek energiája van. A gondolatok, kérem, hát mindenkinek több ezer gondolata volt ma, és fogadjuk, hogy senki nem tudja megmondani, hogy 9 óra 34 perckor mire gondolt. Csak akkor fogja tudni megmondani, ha pont 9.34-kor történt vele valami megrázó esemény, akkor ő már jelentkezik, hogy igen, én tudom. Tehát ezt értsük meg, hogy egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és itt most nem részletezem Hammer doktornak a fóliáját, hogy mi van akkor, ha egy hölgy kinyitja az ajtót, és ott találja a férjét egy másik hölgyel az ágyban, nézzük meg a nőgyógyászati blokkot, és ott kifejtem. Szóval pontosan ebből adódik az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem önvédelmi mondat ez a weblapon, ezt jegyezzük meg. Ez azért van ott, hogy mindenki értse meg, hogy ő betegítette meg magát, és ő is fogja meggyógyítani magát, ha hajlandó másképpen gondolkodni, és másképpen cselekedni, mint eddig. Mert ha én ugyanúgy gondolkodok, és holnap is ugyanazt teszem, amit ma tettem, akkor ne várjak semmi változást. Gondolom, ezzel mindenki egyet tud érteni. Nagyon-nagyon rövid idő alatt, Hammer doktor rádöbbent a második természettörvényre is, mert mint belgyógyász főorvos azért tudta jól a tünettant. És ugye vannak hideg és vannak meleg tünetek. A hideg tünet az, hogy hideg a kezem, hideg a lábam. A meleg tünetek az, hogy lázamban vagy kimelegettem. Szóval a DHS becsapódása itt látható ezen az ábrán, az első függőleges vonalon. Ezt az egész ábrát Hammeri iránytűnek is nevezzük, és ez az érzelmi becsapódás kiüti a biológiát az egyensúlyából. Azt látjuk a DHS becsapódás előtt, hogy nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer hatása alatt vagyunk. Ez az a két általunk nem érzékelt idegrendszer, ami a belső szervek működését hangolja össze. Igen, nappal a megoldásokhoz biztosítja az energiát a szimpatikus idegrendszer, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer segít visszaépíteni az elfogyasztott energiát, de ez egy nagyon-nagyon általános megfogalmazás, csak éppen, hogy legyen némi elképzelésünk arról, hogy miről szól a történet. És azért lesz kék színnel jelölve a konfliktus aktív fázis, mert a hideg tünetek vannak előtérbe, tehát hideg a kezem, hideg a lábam, ketyeg a szívem, emelkedik a vérnyomásom, nem tudok elaludni, és álmatlanságba szenvedek, és nincs itt vágyam, nem eszem rendesen, lefogyok. Ezek általános tünetek, és amikor azt mondom, hogy stresszes az életem, akkor ezeknek az embereknek ezek a jellemző panaszaik vagy tüneteik, és szednek vérnyomáscsökkentőt, szednek altatót, szednek nyugtatót, szednek gyomorgörcsre valamit, mert éppen fáj a gyomruk, mert ez már itt fáj a konfliktus aktív fázisban. Tehát kapkodjuk a tablettákat, ahelyett, hogy elgondolkodnánk, hogy mi az, ami minden este, mi az, ami mai nap nem úgy történt, ahogy elképzeltem, mi az, amin még mindig rágódom. És akkor, ha ezeket a dolgokat szépen lezárnánk, megnyugodnánk, akkor megtörténne a csoda, egészségesek maradnánk. Ugye minden lélek agyszer szinten zajlik le, az agyi szinten látjuk itt a konfliktus aktív fázisnak a képét, mégpedig itt középen most bepöttyentek. A piros pötty körül körbe-körbe látunk körkörös gyűrűket, mint amikor bedobnak egy követ a sima víztükörbe. Ezek energiahullámok, amik itt látszanak,
és hámeri gócoknak nevezzük, gyakorlatilag ezek konfliktus markerek, megmutatják, hogy a konfliktus hova csapódott be. Hisz konfliktus aktív fázisban vagyunk. A második szakasza az értelmes biológiai különprogramnak a megoldást követő fázis, MK-val rövidítve, és azért itt látjuk, hogy ez három részből áll, az exudatív fázis, az epileptoikrízis és a hegesedési fázis. Na itt jönnek aztán a melegtünetek, kimelegszik a kezem, a lábam, és jönnek a betegség tünetek idézőjelben, mert gyulladást tapasztalunk a szervezetünkbe, és ez lesz az, amikor mindenképp valamilyen tablettához hozzányúlunk, vagy valami diétát kezdünk bevezetni, vagy orvoshoz szaladunk. Nos, a megoldás követő fázisnak az első része az exudatív fázis. Ez azt jelenti, hogy exudátum, azaz folyadék, szövetek közötti folyadék gyülemlik be, ott, ahol éppen valamit helyre teszünk. Mert a megoldás, a KM, a konfliktus megoldása azt jelenti, hogy érzelmileg lezártam valamit, ez az ideális, vagy hát megváltoztak a körülmények, mit tudom én, ott hagytam azt a munkahelyet, vagy kimondták a válást, vagy kibékültem azzal, hogy csődbe mentem. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, de valami megváltozott, és így a program átment megoldásba. Ez az vízgyülem, ez az agyi szinten is megjelenik, és ezt látjuk itt bal oldalt lent, a közepébe bepöttyentek, illetve alája, az ott egy egészen sötét terület, mert ugye a víz fellazítja a szöveteket, és több sugár megy át rajta, tehát sötétebb lesz a film. A jobb oldali felső oldalsó képen viszont azt látjuk, hogy a sötét terület mellett világos terület van, ez már azt jelenti, hogy az epileptoid krízisnek a lefele szálló szakaszában vagyunk, és elkezdtük a folyadékot kiüríteni agyi szinten és szervi szinten, tehát többet fogunk vizelni, mint amennyi folyadékot megittunk. Ez így mind nagyon-nagyon szép és nagyon jó, csak hogy az epileptoid krízisben fogjuk a legdurvább tüneteket, a legnagyobb görcsöket és fájdalmakat megélni bélszinten is. Majd a belet külön kivesézem, kitárgyalom, de az epegörcs, a vesegörcs, a szívmegállás, a tüdőembólia, a mélyvénás trombózis, ezek mind az epileptoid krízisben fognak megtörténni. Mi a lényege ennek? Pontosan az, hogy kiürül az agyi reléből a folyadék, tehát először az agyi relét hozzuk rendbe, és utána szervi szinten folytatjuk a szerveknek a rendbehozását, mert jön a hegesedési fázis, ami megint azt jelenti, hogy meleg tüneteim vannak, már jó a hangulatom, jó az étvágyam, tudok jókat aludni, csak rettenetesen fáradt vagyok. Milyen jó lenne, ha tudnánk, hogy ezek a gyógyulásnak a tünetei, és nem hajszolnák magunkat agyon, hogy de nekem határidőre valamit el kell végeznem. Tehát a második természettörvény arról szól, hogy két fázisban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram, ha megengedem, hogy végig is menjen. Mert hogy miért akad el a gyógyulásunk, hát arról van egy külön előadás. Harmadik természettörvényt Hammer doktor, amikor felfedezi, ez azt jelenti, hogy visszalapoz az embriológiába, vagy úgymond az egyetfejlődésbe. Ez az a 9 hónap, amit a megtermékenyítés után az anyamében eltöltünk, és a két ivarsejtből felépítjük mi magunk a saját testünket. Igen, mondom, mi magunk építjük fel, ha mi nem vagyunk ott, akkor ez a test nem fog felépülni, és hiába fognak megtermékenyített petesejtet betenni a káli intézetbe, a hölgynek a hormonálisan előkészített mélyüregébe, abból nem lesz gyerek. Mert nem testek vagyunk, akiknek lelkük van, hanem lelkek vagyunk, akiknek testük van. És ezt a testet mi hoztuk létre. Szóval a két fázis alatt kiderül, hogy mi történik, mert ha sejtekből vagyok felépítve, amelyek működnek, akkor természetesen, hogy vagy a sejtek számával, vagy a sejtek működésével fog a szervezetem valamit elkövetni, hogy életben maradjon.
És látjuk rögtön, hogy itt vannak a központok, irányító központok, hogy agytörzs és kisagy. A hozzájuk tartozó túlélő programok, értelmes biológiai különprogramokban mindig építjük a sejteket, felszaporítjuk, és természetes, hogy ha megtörtént a megoldás, lebontjuk a felesleges sejteket, mert nem tartunk el egy felesleges sejtet sem a szervezetünkben. Gondolom, ez az egyenlet mindenkinek tetszik. Ennek a fordítottja is működik. Itt van az agyvelő és az agykéreg által irányított programok, ahol a sejtek száma csökken, és a megoldásban a sejtek száma vissza fog alakulni. És külön az agykéreg képes arra, hogy működést csökkentéssel segítse a túlélést, majd a működés helyreállításával, a megoldásában minden a helyére kerül. Ez szerintem nagyon egyszerű, nem kell külön biológiai előtanulmány senkinek sem ahhoz, hogy ezt el tudja fogadni, mert gondolom azzal mindenki tisztában van, hogy sejtekből vagyunk felépítve, és akkor, ha már nem működnek ezek a sejtek, akkor azt úgy hívják, hogy holttest. Természetes. Nos tehát, 1986-ban vagyunk, amikor Hammer doktor ezeket a dolgokat tisztába teszi, és eszembe jut, hogy mikor embriológiából készültem vizsgára, így dörmögtem magamba, hogy miért kell ezt ilyen részletesen megtanulni, mert a receptírásnál ezt én soha nem fogom alkalmazni. Ma már nem írok receptet, viszont erre van a legnagyobb szükség, hogy megértsem, hogy az adott esetben a szervezetben mi történik. Most valakinek a gyógyulásához az embriológiát nem kell megtanulni. Nehogy kétségbe essünk, hogy te jó Isten, de bonyolult. Ez csak azt hivatott bemutatni, hogy micsoda fantasztikus hierarchia és logika van a szervezetünkben. Hogy ne higgyük el, hogy rossz indulatú, hogy ismeretlen, hogy gyógyíthatatlan, meg hogy áttét. Mert ilyenek nincsenek. Ilyenek csak azoknak a fejőiben van, akik nem látják magát a rendszert. Mert nem ezt tanították nekünk az egyetemen. Nem ezt, amiről én beszélek. Tanultunk embriológiát, levizsgáztunk, szia! Tanultunk élettant, levizsgáztunk, szia! Érthető? És mikor elvégezzük a 6 évet, ott állunk, hogy szétmegy a fejünk a rengeteg tudástól, csak éppen nem tudjuk, hogy mihez kapkodjunk, amikor bejön a beteg, és elkezdi mondani a panaszait. Mert rengeteg információ van a fejünkben, de nincs benne rendszer. Hammer doktor gondolkodása egy olyan rendszert ad nekünk, ami lehetővé teszi, hogy laikus ember is megértse mindazt, ami a medicinának az alapja. Amúgy a medicinának az alapja, pontosan az előző fólia, amit kivetítettem, még egyszer visszahozom, tehát sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, vagy szaporítom, vagy sorvasztom a sejteket, vagy működést változtatok. Ez az alapja a medicinának. Az összes többi ebből következik, hogy miért lesz magas a koleszterin szintem, vagy miért lesznek autoimmunnak nevezett folyamatok kimutatva, és a többi, és a többi, ez mindennek a következménye. De ez az alap. És hogyha nem az alapokból indulunk ki, akkor soha, de soha nem fogjuk megérteni, hogy mi a következmény. Szóval, mi a következmény? Megtermékenyült a petesejt, és elkezdett osztódni. És amikor a rengeteg sejt, ami már szedercsíra állapot, tehát sok sejt egymással létrehoz egy sejt tömörülést, úgy mint egy szeder vagy egy málna, mielőtt megtörténne a beágyazódása ennek a sejttömegnek az anya mély nyálkahártyájába, tehát mielőtt felvenné a kapcsolatot az anyai szervezettel, így érthetőbb, ez a rengeteg sejt átalakul 3 csíra lemezé, és itt látjuk a sárga, a narancs és a piros színekkel a különböző csíralemezeket, van belső, van középső és van külső csíralemez. Látjuk, hogy kívül van a piros, belül van a sárga, és közte van a narancs-sárga, mégpedig abból 2 csík van. Nem véletlenül.
Minden sejtünk, szövetünk ebből a három csíra lemezből alakult ki, és biológiai képtelenség az, hogy az egyik sejt átalakul a másik sejté. Ilyen nincs a biológiában. Itt rend van és hierarchia van. Amint látjuk, az egyes csíralemezekből kialakult sejteknek megvan az idegi irányítása. Meg ne ijedjünk ettől a sok vonaltól. Ez egy nyílirányú metszete az agynak. Itt látjuk sárgán az agytörzset, és ugyanezt az agytörzset látjuk itt, ezen a részen, de ebben a metszetben, ha a koponyalappal párhuzamosan csinálom a metszetet. Tehát láthatjuk oldalról, meg láthatjuk mondjuk úgy, hogy felülről. Ugyanezt a képet látjuk itt a kisagynál. Innen hiányzik a kisagy, de itt bele van rajzolva, viszont itt hiányzik az agytörzs, mert ezek egy szinten vannak. Tehát ha én csinálok egy, most megpróbálok egy vékonyabb vonalat gerjeszteni, hoppá, nem jött össze, így, tehát ha én csinálok ezen a szinten egy metszetet, akkor mind a kettő benne lesz, és itt lesz, elő lesz az agytörzs, és hátul lesz a kisagy. Na most a kisagy azokat a sejteket irányítja, amelyek látjuk, hogy szomszédosak ebben a metszetben a belső csíralemezzel. Ez a régi mezoderma. Az új mezoderma pedig az, ami szomszédos az ektodermával, vagyis a külső csíralemezzel. Ennek a központja itt van, ezt úgy hívjuk, hogy agyvelő vagy fehér állomány. Ez az fehér állománynak ezt a képét látjuk akkor, amikor mondjuk itt csinálok egy egérrel rajzolni nem egy egyszerű dolog, szóval ha ott csinálok egy metszetet, akkor ezt fogom látni, meg ezt a mellette levő képet látom. Ebből itt nincs belerajzolva az agykéreg, itt viszont az agykéreg van kiemelve, mert az agykéreg a birtok és elválasztási konfliktusokat vezérli, majd ezt külön a táblázatban bemutatom. Amit ebből az egészből laikus emberként illik megjegyezni, hogy ezek a nyilak, amint látjuk, egyirányúak. Hiába küldenek vissza minket oda, ahonnan jöttünk. Nem fog megtörténni az átalakulás. Vissza nem tudunk menni. A kialakult sejtekből már egy életen át azok a sejtek fognak kialakulni, amelyekből ők kialakultak. Tehát a hámsejtből hámsejt lesz, a prosztatasejtből prosztatasejt lesz, és a tüdősejtből tüdősejt lesz. Amikor úgymond áttétekről beszélnek, az egy másik történet, mikor a nyirokcsomóban megtalálnak lebontott sejteket, azt majd mindjárt meg fogjuk érteni, hogy miért van úgy, és hogy gyakorlatilag annak mi a biológiai értelme. A negyedik biológiai természettörvényt 87-ben fedezi fel Hammer doktor, és rádöbben arra, hogy a mikróbák, vagyis azok a mikroszkopikus élőlények, amelyek bennünk vannak, azok csíralemez szerint segítenek nekünk a megoldásban. Ezért tettem megint ide a Hammer iránytűt. És akkor világos, hogyha én az agytörzs és a kisagy által irányított programokba sejteket szaporítok, akkor a lebontásban nem vagyunk egyedül, mert segítenek nekünk a gombák és a gombabaktériumok, vagy TBC baktériumok. Ez valami csodálatos. És mire eljutok a megoldáshoz, pontosan annyi lesz bennem, amennyi szükséges ahhoz, hogy lebontsam a felesleges sejteket. Amúgy az erdőben is a kidőlt fákat a gombák szokták lebontani, nem a vírusok. Szóval ez egy teljesen logikus rendszer. Természetes, ha túl hosszú volt a konfliktus aktív fázis, akkor nagy számban fogják kimutatni mondjuk a TBC baktériumot. De nem a TBC baktérium okozza nekünk a betegséget, nem. A feloldatlan konfliktus okozza a betegséget, és a TBC baktérium segítene nekünk ezt a programot lezárni. Na de mindjárt megmutatom, hogy mit tudunk mi tenni a gyógyulásunk ellen, és akkor világos lesz, hogy ezek a baktériumok miért nem tűnnek el a szervezetünkből. És akkor indítjuk a háborút, mert Louis Pasteur óta háborúzunk a saját szervezetünkkel. Ha viszont csökkentettem a sejteknek a számát, és itt látjuk az agyvelő és agykéreg általi programokban. Nyilván vissza fogjuk ezeket építeni, de kik segítenek? Hát segítenek a baktériumok és a vírusok. Na most a vírusok körül
Sok minden, sok kérdőjel még nincsen megválaszolva, mert a vírus nem tekinthetjük élőlénynek, mivel nincs saját anyagcseréje, és nem tud szaporodni, csak úgy, hogy bemegy egy másik sejtbe, és átírja annak a programját. Milyen érdekes, hogy ez a társadalomban is megtörténik. Jön valaki, és átírja a társadalom programját. Ugyanez a vírus is. Ugyanez a számítógép vírus is átírja a számítógépemnek a működését. Tehát mondhatnám, hogy egy programról van szó, de valójában ezek fehérje törmelékek, amik itt vannak. Nevezzük őket vírusoknak, semmi probléma. Ezt is Louis Pasteur találta ki, csupán azért, hogy amikor nem volt magyarázat arra, nem talált semmilyen kimutatható kórokozót, akkor azt mondta, hogy de vannak még kisebbek, amit az ő mikroszkópja nem lát. Na jó, semmi probléma. Fogadjuk el, hogy a negyedik természettörvényt senki úgy le nem írta, mint Hammer doktor, vagyis nem hozta kapcsolatba azt, ami történik a szervezetünkben, azokkal a velünk békében élő mikroorganizmusokkal, mint Hammer doktor. Mert ezek itt vannak bennünk. Baktérium tudtommal tízszer több van bennem, mint emberi sejt. Gyakorlatilag én vagyok náluk albérletben. Szóval nem az ellenségeim, de képes vagyok úgy élni, úgy gondolkodni, annyira beragadni egy konfliktusba, hogy ezek túlszaporodnak, és életveszélyessé válik a számuk ez. A biológia nem arra van kitalálva, kérem szépen, hogy én egy konfliktusba benne csücsüljek heteket, hónapokat, sőt éveket. A biológia mindig a pillanatra reagál. Mik a biológiai kódjaink? Üs vagy fus? Ennyire egyszerű. Üs vagy fus? Abban a pillanatban eldöntöttük. Csak hogy nem láttam még egyetlen nyuszit se depressziósan lefeküdni a sinekre, mert megunta az életét. Vagy mert megették a kicsi nyusziát, a róka elvitte. Kész, túltette magát rajta másnapra. Tehát nincs ilyen, a pillanatban él, mert minden pillanatban meg kell oldja a túlélést és a fajfenntartást, és pontosan ez a lényege majd az ötödik törvénynek. Na, adjak ötleteket arra, ha valaki mindenképpen le akarja magát rokkantosítani, mert ugye hát ez egy nagy dolog, vagy ő szeretne lenni a nagy áldozat a családban, mert én beteg vagyok, gyógyíthatatlan, autoimmun, éppen ma hallottam egy ilyet, és hát ő gyógyíthatatlan, mert ő autonóm. Innen tudom, hogy nem akar meggyógyulni. Kezdi csókolom, akkor ülj szépen otthon, és szedd a bogyókat. Nem kötelező, germán gyógytudomány szerint sem gondolkodni, sem meggyógyulni. Tehát amikor meg sem oldom a konfliktust, akkor látjuk itt a függő konfliktus aktivitás ábráját, látjuk, hogy nincs vége. Nem mentünk át a megoldásba. Még mindig harcolok, még mindig ott tartok, hogy nem bírom elviselni az anyósomat, de ez folyamatos. És végül a csipőizületemben a csonttal érintkezik. Mert még mindig folyamatosan ez az én dolgom már 5 éve. Gondolkozzunk már egy kicsit. Vagy mindennek ellenszegülök, semmit nem tudok elfogadni, ami nem úgy van, ahogy én azt kitaláltam. Oké, akkor cukorbeteg maradsz. A függő gyógyulás az, ami tönkre tesz mindent. Szervi szinten is, és agyi szinten is. Mert mi történik? Átbillentünk ugyan a megoldásba, de a folyamat nem tud kifutni. Újra meg újra jönnek a sinek, az emlékeztető körülmények, vagy újabb meg újabb, rövid időn belül újra meg újra megélem ugyanazt a konfliktust rövid időre, és már is elakasztottam a gyógyulási folyamatot. És ha én itt sejteket építettem a gyógyulásom érdekébe, mondjuk beleg szintjéről, mert a beleg nyálkahártyája az konfliktus aktív szakaszban szaporodik, megoldásban sorvad. Mit csinálok a megoldásban? Sorvasztok. És mennyit sorvasztok? Hányszor sorvasztok? Még mindig sorvasztok. Még mindig sorvasztok. Érthető, hogy akkor végül fogok tudni csinálni a bélben egy fekét? Sőt, kiukad a belem? Ez az, ami tönkreteszi a szerveket is, és tönkreteszi az agyirelét.
A másik folyamatban, amikor először bontok, aztán építek, akkor ez meg a túlzásba vitt visszaépítésről fog szólni. Tehát remélem, hogy ez a függő gyógyulás felkelti a figyelmet legalább annyira, hogy most már fejezzük be. A policiklikus lefolyás meg az, amikor ritkán jönnek a sinek, így a program látjuk, hogy elejétől végéig, innentől idáig végig kifutott, köszöni szépen, jól van, van egy kis szünet, aztán megint kifut a programom. Aztán megint kifut a programom. És közben mindig van egy olyan rész, ahol nincsen semmilyen tünetem. Erre szoktam mondani, hogy nem unalmas, mert hol jól vagyok, hol nem. Hol jól vagyok, hol nem. És nem az ősz, meg nem a tavasz a hibás, meg nem a pollenek hibásak az én allergiámért, meg nem is a tojás azért, mert a gyomrom összekapódik, hanem a fel nem oldott konfliktusok. Nos, akkor az ötödik természet törvényhez is elértünk, és ez teszi a koronát fel Hammer doktor tudására, mert ez a lényeg megértésének a törvénye. Mi a lényeg? Mi a lényeg? A biológiai ösztön szerint, ha minden nap a biológiai ösztön szerint élünk, akkor a túlélés és a faj fenntartása az egyetlen célunk. Minden nap ezért küzdünk, hogy legyen falat, ham-ham, legyen biztonságom, legyen társam, és legyen valami kis plusz, hogy holnap is legyen mit enni. Szüleink ezért küzdöttek, az ő életük még erről szólt, de talán nekünk már nem kellene ilyen élelmiszer bőségben ezen gondolkodni. Ami bennünk zajlik tehát, minden a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Ezt kérem szépen megjegyezni. Minden konfliktusunknak ez az egyetlen alapja. Erre tudjuk mi ráépíteni a támadást és a többit és a többit. Tehát, és mikor fogjuk ezt észlelni? Mit nevezünk betegségnek? Gyakorlatilag a megoldást követő fázist fogjuk betegségnek elnevezni. Amikor éppen gyógyulunk. Hát ebben van a nagy üzlet. Te gyógyulsz, én kinevezlek betegnek, és gyógyítlak, hogy meg ne gyógyulj. Ennyi, erről szól a mai gyógyászat többségében, főleg ha pszichiátriáról és onkológiáról beszélünk. Vannak fantasztikus dolgok a mai medicinában, amit a medicina meg tud oldani, minden elismerése, csak ezek vannak legkevésbé megfizetve, ezek az intenzív osztály és a mentősök. Ők azért dolgoznak, hogy megmentsék az életünket, meg a balesetsebészek, de az onkológia nem ezen, nem erről híres. Nos, mindaz, amit elmondok, ellenőrizhető, nem probléma. Lehet vele vitatkozni, ha valaki Hammer doktornak az öt természettörvényét képes lenne tudományosan megcáfolni, három Nobel-díjat kapna. Erre még senki nem volt képes. Viszont elismerte a Nagyszombati Egyetem, mégpedig 98. szeptember 11-én kiadták az igazolást, hogy valóban a megvizsgált betegek az öt természet törvény szerint tökéletesen igazolták, hogy Hammer doktornak igaza van. Hogy miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Hát amióta a medicinát, a gyógyszeripar irányítja, akkor tudhatjuk, hogy aki finanszíroz, az diktál. Tehát ha neki az a célja, hogy gyógyszereket adjon, amitől nem gyógyulok meg, akkor így fogják tanítani az orvost, hogy ez az egyetlen megoldás. Amikor én ezt a táblázatot megismertem, és rájöttem, hogy mi az igazság, onnantól nem tudtam már nyugodt lelkiismerettel a rendelőben maradni, és felmondtam. Nos, a konfliktus típusokról csak röviden annyit, hogy az agytörzs, itt van az agytörzs, látjuk, ugye? Az agytörzs indítja a falat konfliktusokat, valamint a magány és egzisztenciális konfliktusokra fogunk kitérni. Kérdéseket kérem szépen az előadás után beírni. Ez a legelső beírásban szerepel. Tessenek visszatekerni. Szóval, falat minden, amit meg akarok szerezni,
amire úgy gondolom, hogy szükségem van a túlélésre. És ugye akkor tudjuk, hogy már nem a betevő falatról van szó, hanem az új autóról, a nagyobb fizetésről, a jogdíjaknak a megkapásáról, vagy éppen a, hogy mondják az MLM rendszerben, a passzív jövedelem megkapásáról, vagy éppen az elmaradt járulékoknak a megkapása, vagy éppen az örökség rámeső része, mert én kevesebbet kaptam, mint a másik, ugye, egy családon belül a testvéri viszonyok mindig a hagyatéki tárgyaláson derülnek ki, hogy milyen jó testvérek. És ezek a harcok a falatért, ezek nagyon komoly, de nagyon komoly emésztési panaszokat fognak tudni csinálni. Jegyezzünk meg egy nagyon lényeges dolgot. Itt ül a sarokban dr. Budai László Károly, tetszik látni? Szépen, nyugodtan, semmi baja nincs, kapott enni, inni, van levegője, van vize, itt van, kapott vacsorát, van fény és van hang. Ennyi kell a túléléshez. Levegő, víz, táplálék. Remélem mindenki rendelkezik vele. Tehát ha már ez megnyugtatna minket, hogy a túlélésünkhez csak ennyire van szükségünk, és az összes többit a nagy okos agyunk találta ki, most akkor már megnyugodhatnánk. És ha megnyugodnánk, hogy a biológián mindig a túlélésen mérkőzni, és nem ellenem harcol, nem autoimmun, nem akar megölni, minden pillanatban a túlélésért küzd, akkor viszont meg is tudnánk gyógyulni. A magány és az egzisztenciális konfliktus viszont azért van külön kiemelve, mert ez a legsúlyosabb dolog, amivel öngolt rúghatok. Bármilyen gyógyulási fázisban, amikor szenvedek a gyógyulásomtól, azért szenvedek, mert nem is tudom, hogy gyógyulok, azt hiszem, hogy beteg vagyok. Ha tudnék örülni annak, hogy gyógyulok, akkor már a szenvedésem 50%-kal kevesebb lenne. Na, de ha én ezt magányosan élem meg, sőt, bekerülök kórházba, és azt attól tartok, hogy behoztak ide engem meghalni, pláne ilyen szkafandares emberek vesznek körül, szóval ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy a vizet a szervezetem lezárja, és abba fogok frekvenciát váltani. Figyelünk? Frekvenciát váltani. A halál az nem létezik. A teljes megsemmisülés az nem létezik. Tessenek megérteni, hogy az élet az él, és mindig volt, és mindig lesz. És akkor, ha ebben a tudatban lennénk, már nem lenne halálfélelmünk, ha nem lenne halálfélelmünk, ezt a táblázatot itt feleslegessé is tudnánk tenni. De jó Isten, megint megoldásokról beszélek. Na menjünk tovább, kisagy. Halló! Itt van a kisagy, a narancssárga oszlop. Ez a támadásokkal foglalkozik. Igen, kérem szépen. Vélt vagy valós támadások? Vélt vagy valós támadások? Nem kell senki megverjen, csak férjek attól, hogy kiteszem a lábam, és agyoncsapnak a migránsok, és onnantól kezdve már jön is a támadási konfliktus. Bemocskoltság. És ez se azt jelenti, hogy az éjjeli bilit a fejemre borították az emeletről, azt jelenti, hogy gyakorlatilag az én jó híremet mocskolták be. Hát ez a divat ma. A sajtó ezzel foglalkozik, hogy mindenkiről állít mindenféle hazugságot, csak éppen azért, hogyha valaki igazat mond, azt el ne higgyük. Hát Hammer doktora is rámondtak mindent, hogy szektagurú, hogy önjelölt gyógyító, meg miket mondtak még? Igen. Meg antiszemita. Hát azt ki ne felejtsük, mert az nagyon fontos. Szóval ezeket a dolgokat mind mondták, és az emberek elhitték, mert hát amit a televízió mond, az tudti biztos. Nos, hát aki még tud hinni a televíziónak, hát azzal nekem nincsen sok beszélni való. Gondozási konfliktus az azt jelenti, hogy hülyére aggódom magam, bocsánat, de ezt így kell kimondjam. Ébresztő hölgyeim, az aggódással még senki, de senki nem oldott meg semmit, de ha van valaki, aki csupán attól, hogy aggódott, megoldotta a problémát, legyen szíves, írja le nekem. Jó? Az biztos, hogy csinált egy meldaganatot magának. Nos, tehát ez a narancssárga táblázatnak a teteje. Ami alatta van a narancssárga táblázat második része,
az az agyvelő által irányított program, önleértékelés, egyenlő önpusztítás, ezt az egyenletet írjuk le. Azért kell leírni, mert az önleértékelés alatt konfliktusaktív fázisban nincs fájdalom. Na de lesz a megoldásban. Az agykéreg által irányított programok a piros oszlopban vannak, felül elválasztási konfliktusok, birtokkonfliktusok és birtokzónán kívüli konfliktusok, ez egy külön kategória ebben az új könyvben, hogy birtokzónán kívüli konfliktusok, nagyon lényeges rész, és itt látjuk alul a működés változással kapcsolatos dolgokat, itt a táblázat alján, most ezt bekereteztem, elég jól sikerült, tehát ez a működés változás. Direkt a végére hagytam, nem felejtettem el, a végére hagytam, és most azt külön bejegyzem, ezt a kicsike részt, amit itt látunk, a sárga mezőnek az alján. Mert ma ő a főszereplő, ez pedig a sima izom program. A sima izmok ugyanúgy, mint ezek a nyálkahártyák, konfliktusaktív fázisban szaporodnak, de megoldásban nem fogjuk őket lebontani. Igen, bizony. És sima izmot találunk mindenütt a belső szerveinkben. A haráncsikolt izom, a vázizomzat az, ami az én akaratom szerint működik. Na de valaki megtudja mostan a belének a 43. centiét egy kicsit mozgatni? Hát nem megy, arra nincsen hatásom. Viszont mikor megérkezik a kaki a végbélbe, akkor szólnak a központnak, hogy haver, menni kéne üríteni. Akkor jut el nekünk a tudatunkig, hogy ott valami van. De hogy odáig mi történt, kell én azt tudjam? Nem kell tudjam. Itt bemegy, ott kimegy, és ez mind rendben van, ha én rendben vagyok. Nos, akkor nézzük tovább a dolgokat, mert innentől lesz izgalmas, főleg, ha ezt a gyönyörű germán gyógytudományt megpróbálnánk alkalmazni. A valós megoldást akkor fogom megtalálni, ha megtaláltam a valós okokat. Mondok egy egyszerű példát. Ha vizesedik a fal, akkor mit kell csinálni? Teszünk egy lambériát a fal elé, hogy ne lássam, hogy vizes? Nagyjából a mai medicina ezt csinálja. Nem kérem, megkeresem, hogy hol repett el a cső, honnan ázik. És megoldom vagy a csőrepedést, vagy ha alulról jön fölfelé a víz, akkor megcsinálom, leások 60 centit, teszek oda drénlemez, feltöltöm mosott folyami kavicsal, és kiszárad a 60 centis fal. Hogy honnan tudom, már megcsináltam. Ennyire egyszerű. Szóval értsük meg, vagy keresek valós megoldást, vagy lehet sok pénzt költeni mindenféle csodacucra. Ma is olvastam egy ilyen levelet, nem akarom idézni, hogy mi minden beszedett szerencsétlen ember, és még mindig beteg. Szóval nem elég tudni a germán gyógytudományt, kéne alkalmazni, és az alkalmazás azzal kezdődik, hogy kikeressük a valós okokat. Jó, nézzük akkor. Tehát mondtam, hogy minden itt megy be. Azért tettem ki ezt a képet, mert egyszerűen csodálatos. Hát eltölt a gyönyör attól, hogy ahhoz, hogy én lenyeljek egy falatot, tessenek figyelni, szükség van a 7. agyidegre, az 5., a 9. és a 10. 4 agyideg dolgozik azon, hogy összehangolja a nyelvemet, a szájpadlásomat, a garatomat, a nyelőcsövemet. Hihetetlen. Ez egyszerűen gyönyörűség. És nagyon tetszett ez a kép, mert ugye itt láthatjuk az agytörzset, és fölötte a kisagyat. Szóval, és még csak a nyelésnél tartottam, de mikor valami kajáról beszélünk, akkor azt meglátom és kielemzem. Vajon ez milyen? Tessenek bemenni egy kínai étterembe, ahol mindenki maga kavarja magának a cuccot, és akkor nézem, hogy most ezt megegyem, vagy ne egyem. Meg kell szagolni, ki kell elemezni, esetleg megkóstolom, s ha nem tetszik, kiköpöm. Ezt minden állat így csinálja, mert ez az első rész, amikor megismerem azt, hogy amit én be akarok vinni a szervezetembe, az jó vagy nem jó. Ha már az első elemzésnél nem jó, akkor az már nem megy tovább. Oké, mi történik, ha lenyelem? Jönnek a sima izmok. Az egész tápcsatorna, a számtól a végbőnyilásig egy 3 rétegből álló cső. Belül nyálkahártya, középen egy rugalmas, izmos réteg, és kívülről jön a scotch, vagy mikor, a cellux, kinek mi tetszik, az a kötőszöveti réteg, valami, ami ezt az egészet megfogja, és az összes többi szomszédhoz oda köti.
Nagyon egyszerűen kell elképzelni, nyilván sokkal, de sokkal bonyolultabb, azt is megmutatom, hogy mennyire bonyolult, abban is gyönyörűség van, de hogy megértsük, hogy hogy működik, tehát van három része. És akkor jön az izom. Neki az a feladat, hogy tovább vigye a falatot. Hát aki, most ugrott be a kép, hogy nagyanyám hogy tömte a libát, szegény liba, bedugták a szájába, és akkor így végighúzták a hosszú nyakán, és úgy levitték a begyébe. Na hát nagyjából ezt csinálja a sima izom is, a csőrendszer, mert ugye látjuk, hogy begyűrűződik, ugye ez egy hosszanti metszet, és ez az összehúzódás megy lefelé, és közben tolja le a kaját. Ez a perisztaltika, ez pedig a szegmentálás, amit itt látunk, hoppá, nyíl egy kicsit ott van, tehát ez szegmentálás azt jelenti, hogy ezt a nagy falatot, itt vannak a további nyilak, feldaraboljuk több kicsikére. Mert ugye a zsíros kenyér nem úgy fog egy az egybe beépülni a csípőm bőré alá, mint zsírszövet, ahogy lenyeltem, hanem minden, amit megeszünk, az feldarabolunk alkotó elemeire. És ezen a csőrendszeren ez fog megtörténni. Kezdve attól, hogy nyelőcső, gyomor, bél, vékony bél, vastag bél. Na hát ez a kép, ez maga a gyönyörűség. Remélem mindenki csodálja, hogy milyen fantasztikus képet találtam a vékonybél szerkezetéről, mert láthatjuk, hogy nem is olyan egyszerű. Itt látjuk a feltárva ugye a hashártyát, ami ezt a belet rögzíti. Hát ez nem úgy van, hogy én futok, és a belem úgy dötyög, ahogy akar. Hát rögzíteni kell. És ebben a hashártya kettőzetben érkezik be az artéria, véna és az ideg. Na most ezek az idegek itt plexusokat, hálózatokat képeznek. Ezek fogják a mozgásokat rendezni. A nyálkahártya alatt van nyálkahártya alatti rész is, de ez még minden endodermális, és itt fogjuk megtalálni azokat a mirigyeket, itt van egy mirigyek, amelyek termelik azokat az emésztő enzimeket, amelyek tovább szabdalják a táplálékot. Mert ugye a szénhidrátból, legyen az keményítő vagy szaharóz, egyszerű cukrot fogunk előállítani, glukóz, fruktóz, és így fog felszívódni. A fehérjéket szétszedjük aminósavakra, vagyis alkotóelemeire, így fog felszívódni, és abból fogom én felépíteni a saját fehérjémet. Úgyhogy hiába eszem én a kondroszulfot, mert porc, meg mit tudom én, meg jönnek az agymenések, hogy orrszarvúnak a, mit tudom én, az orrát kell lenni ahhoz, hogy potenciám legyen. Hát te jó szagú rezed az. Szóval elképesztő az emberi hülyeség, az tényleg határtalan. Lehet, hogy a világegyetemnek valahol van vége, de az emberi hülyeség az határtalan. Szóval a lényeg, hogy megértsük, hogy mennyire gyönyörűen megvan ezt csinálva. Termeljük ezeket az enzimeket, feldarabolják vegyileg ezt az egész kaját, ami oda beérkezett, és ez felszívódik, és ebből fogja a májam összerakni azt, amire nekem szükségem van. És láthatunk itt még nagyon lényeges, láthatjuk a hosszanti és a körkörös izomzatot. Hosszanti és körkörös izomzatot. És ez fogja biztosítani a falatnak a továbbjutását szépen nyugodtan. Mondtam egy előadásban, hogy a sima izom az olyan, mint a kommunista munkás. Csak akkor dolgozik, ha odaérkezik valami. Úgy magától nem kezd el dolgozni. De ha odaért a kaja, akkor kitágul. Amikor meg, itt mutatom mindjárt a következő képen, amikor meg tovább ment a kaja, akkor nyugalomban van. Na de mielőtt még megnyugodnánk, hát azért el kell jusson a cucc a vastagbélbe. Itt a vastagbél és végbél kapcsolatát látjuk, és itt van az a pillanat, amikor ide beérkezett a cucc, és szólnak, hogy főnök, üríteni kéne. Itt van az érzőideg, látjuk, az hátul a gerincvelő hátusó szarvától megy be, és jön a mozgatóideg, itt van piros előső szarvon, és megcsinálja azt, hogy ha én most nem tudok üríteni, akkor itt vannak a külső záróizmok, és szorítok egyet rajta, és azt mondom, hogy most nem alkalmas. Oké, semmi gond, eltágulnak az izmok, és várják a következő pillanatot. Érthető? Tehát itt hatásom van rá. De mi van akkor, amikor képtelen vagyok megtartani a székletet, vagy képtelen vagyok megtartani a vizeletet, meg kicsöpög? Na vajon mi van? Mondom, képtelen vagyok, ez a varázsige az önleértékelésre. Mert a széklettel kijelölöm a területem közepét.
a vizelettel a székletemnek a szélét. Tehát akinek vizelet szagú a ruhája, ő már nem érzi, ő már ezt az idegrendszer ezt kikapcsolta, ő már nem érzi, de mindenki más érzi. Ismerünk ilyen embereket, ő neki az a gondja, hogy képtelen kijelölni a területét. Mindenki beleszól az életébe, és nem tudja azt tenni, amit valójában szeretne. Mi van a széklettel? Ha már itt vagyunk a végbélnél, azért, és hasmenésről van szó, azért beszéljek a fordítottjáról. Mi az, hogy székrekedés? Na vajon mi a székrekedés? Hát az van, hogy amikor én állandó stresszbe, feszültségbe vagyok, akkor a végbelem is fokozott tónusa lesz az itt lévő izomzatnak. És a kaja innen, a kaka innen nem tud ide bemenni, mert ez az egész össze van szorulva. És amikor megnyugszom, akkor végre kijön. Tehát nem arról van szó, hogy összefirkáltam, ki is törlöm, szóval nem arról van szó, hogy nem fogyasztott elég zöldséget, és nem maradt laza a székrete, nem fogyasztott elég vizet, meg mit tudom én, szappan csapot kell bedugni a fenekébe. Jaj, a leggyönyörűbb dolog ez a hidrokolonterápia. Beülök, és így mossák a vastag belemet. Hát biztos fantasztikus érzés. Én egyszer kipróbáltam csak a beöntést, az nekem elég egy életre szóló tapasztalat volt, és kiderült, hogy amit tanítottak természetgyógyászaton, az természetesen úgy van, hogy tele van a vastag belünk maradék széklet darabokkal, és egy-egy beöntéssel azért ezt ki lehet onnan takarítani. Na, a lényeg az, hogy tudjuk, ha szorongok, akkor székrekedésem lesz, ha feszült vagyok, mikor vagyok feszült? Konfliktus aktív fázisban, epileptoid krízisben, és amikor a székletanyag beérkezik a végbélbe, ami mindig üres, de beérkezik ide a végbélbe, akkor kitágul, és megy a parancs föl, megy az értesítés, hogy üríteni kéne. Nos, ez így nagyon szép, és nagyon tökéletesen meg van szervezve, de most akkor nézzük meg, összefoglalva, hogy gyakorlatilag, ha a vékonybél szerkezetét leegyszerűsítem, akkor beszélek sima izomról, és beszélek nyálkahártyáról, jó? Ennyi lesz a lényeg, itt van a nyálkahártya, hatalmas felületet hoznak ők létre, és körbeveszi az izomzat, az ideg, stb. Stb. És itt látjuk a perisztaltikus és a szegmentáló keverő mozgását a szervezetünknek. Nos, akkor nézzük meg, hogy a sima izom program milyen kapcsolatban van a mi hasmenésünkkel, a mi bélgörcseinkkel, mert most jön a gyakorlati rész. Tehát mi az én nagy DHS-em? Az én nagy fel nem oldott programom? Hát az, ugye, hogy konfliktus mely során egy falatot nem tudunk a bélben tovább juttatni, írja Hammer doktor ezen a táblázaton. Igen, de átvitt értelemben mit jelent ez? Hogy elakadt egy falat teremtő folyamatom. Éppenséggel valamit már befejezés előtt lenne, és nem kapok meg egy engedélyt, hogy azt be tudjam fejezni. Ja, ebből a könyvben van egy-két példa erre is írva. Tehát ez a, és itt ugye falat teremtő folyamatról van szó. Legyen ez egy vendéglő, ami, teszem azt, nem kapja meg a működési engedélyt, mert mit tudom én, a kémény seprők a kéményt, ami 50 éve ott van, most kitalálták, hogy az már nem jó. És elakad mondjuk egy olyan bevételtől, ami mondjuk egy hétvégi esküvő lenne. Ez csak egy példa, de rengeteg ilyen ehhez hasonló dolgot megélhet valaki a munkahelyén. Konfliktus aktív fázisban tessenek figyelni, jön a hascsikarás. Mert konfliktus aktív fázisban szaporítom az izomszövetet. Spasztikus megerősítés, tehát görcsös a spazmus, az izomgörcsöt jelent. Hascsikarás lesz, megnő az izomtömeg, de közben a sima izomnak a többi része az nyugalmi állapotban marad. Tehát ott lehet tágulás és puffadás. A megoldást követő fázisban nem bomlik le a sima izomrész, és viszont az izomzatban fokozódik a perisztaltika. Tehát beindul a mozgás, most gyorsabban,
mint ahogy eddig volt. Eddig csak csikart-csikart, de most aztán futni kell. Szóval jön a hasmenés, jön a hascsikarás, és az epileptoid krízisben jön a legnagyobb kólikás fájdalom. Mi a lényeg ennek? Hogy akit elkapott a cifra, az az elejétől a végéig kíséri. Mindkét fázis alatt a görcsök jelen lesznek. És a kérdés, milyen következmény konfliktust fogok én ebből magamnak csinálni? Mert ez lesz az, ami elakasztja aztán az egész történetet. Amikor nyálkahártya programról beszélek, ugye a konfliktus aktív fázisban mi történik? Egyszerűen nyálkahártyát szaporítok, alatta a simaizmot is szaporítom. Fokozott perisztaltika, tehát már a konfliktus aktív fázisban megjelenik a hasmenés. Megoldást követő fázis. A nyálkahártya lebomlik gyulladása. Na még csak ez kellett nekem. Már nem elég, hogy görcsöl, már fáj is, még lázam is van, meg véres, meg gennyes a székletem. És fokozódik a perisztaltika, tehát megint bejön a hasmenés. Epileptoid krízis, ez a leggyönyörűbb. Fokozódnak a görcsök, és fokozódik a perisztaltika. És a puffadás, ugye, amikor azt érzi, hogy fel van fújódva valaki, ugye a görcsös szakasz előtt is, meg után is kialakul. Hát ahol görcs van, ott nem megy át a kaja. És felgyülemlik minden, kitágul a megfelelő bélszakasz, és kialakul a puffadás. Na most nyilvánvaló, hogy a táplálék minősége is befolyásolja, mert azért a passzújgáz az úgy rendesen fel tudja puffasztani az embernek a hasát, vagy a káposztás passzújai kolbásszal, az még jobban, tejfölösen. Szóval ezektől az ételektől ne csodálkozunk, hogy egy kicsit ugye puffadtabb lesz a hasunk, mert fokozott gázképződést indítanak el. De ez nem szokott olyan mértékű lenni, hogy ebből különösebb problémánk legyen. A különösebb probléma az akkor jön, amikor függő gyógyulásban maradunk. Itt a függő gyógyulás. Ez a vékony bélszakaszán azt jelenti, hogy krónbetegség vagy ileitis terminalis. Az ileitis az azt jelenti, hogy ileum csípőbél. Azért terminalis, mert a csípőbél második részében van. Az éjbélben még tovább daraboljuk a táplálékot, a csípőbélben meg felszívjuk. Nos, akkor ott, ahol felszívódás van, reszorpció, ott azok a sejtek fognak fölszaporodni a konfliktus aktív fázisban, a felszívódást segítő sejtek. És a megoldásban ezeket fogjuk lebontani. Na de ha nekem valamiből kevesebb jut, mert teszem azt, legyen ez egy közös vállalkozás, mert tudjuk jól, hogy közös lónak túrós a háta. És folyamatosan azt élem meg, hogy én nekem kevesebb pénzt adnak, mint amennyi jár nekem. Ez már elegendő ahhoz, hogy a vékonybél program elinduljon. Vagy konkurencia nyitott egy üzletet velem szembe, és most már a kuncsaftok fele oda jár. Nem hozzám jön vásárolni, nem hozzám jön szolgáltatást csinálni, legyen ez fodrász, műkörmös, bármi. Vagy éppességgel pékség. Megcsapant a bevételem. És hát a bevételek azért megcsapantak az elmúlt időben, azáltal, hogy bezártak a boltok, és csak kiszállításra volt lehetőségük, és ez volt, akinek éppen szinten tartotta még a bevételét, hogy nem kellett bezárja a bazár, de volt, aki csődbe ment. Szóval mi történik? Függő gyógyulás, és egyfolytában bontok, 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 és kialakítom a fekét, sőt, kialakítom a sipolyt, amit itt láthatunk ezen a képen. Nyilvánvaló, ha én el se jutottam a megoldásig, és itt van, hogy függő konfliktus aktivitásban vagyok, és csak építem, építem, építem a sejteket, akkor természetes, hogy eljuthatok a bélelzáródáshoz, de ez irodalmi ritkaság, ami így jön létre. Mi lesz az, ami jellemző? Kérem, hasi fájdalmak, görcsök, véres nyákos székletek, fekély, fisztula.
Hát szóval ezt így elmondani nagyon egyszerű, de ezt végigélvezni az egy teljesen más történet. Mert újra meg újra jönnek a következmény konfliktusok, és most már nem elég, hogy a vékony belemmel gond van, már szarul érzem magam attól, ami van. És akkor már beindítom a vastag belemet. És mivel függőgyógyulásban élem meg az egészet, ezért itt már kialakul a colitis ulcerosa. Itt viszont már nagyobb területek lesznek, fekélyesek. Ott az előbb a vékony bélben csak pontszerű fekélyek. Itt nagy területen jönnek létre a fekélyek, és ez a kísérő tünet nagyjából ugyanaz, ugye megoldási fázisban vagyok, lázam van, hasmenésem van, véres a székletem, gennyes a székletem, fáj a hasa, és ha attól azt élemek, hogy sose fogok már ettől a szartól megszabadulni, ezt így mondjuk, bocsánat, de ezt így gondolja mindenki, ezért kell kimondjam, mert ha ilyet érzek, akkor meg megcsinálom még pluszba a végbélnyílás bal oldalára a fisztulát, vagyis a végbél sipolyt. Nos, a mai medicina mindent hozzáköt, hogy máj, semmi köze a májhoz az éhenhalási program, hogy szem, jó, eltűnt a szemem elől valaki, és ettől érzem folyamatosan szarul magam, akkor lesz szemprogram, meg lesz vastagbélprogram. Bőr, elválasztási konfliktus, ettől érzem szarul magam. Ízületi tünetek, önleértékelés, önpusztítás, plusz szarul érzem magam attól, mert. Tehát minden tünet mögött jegyezzük meg, egyetlen feloldatlan konfliktus van. Ez a gyönyörűség ebben az egész medicinában. De hát amikor már az embernek, hogy is mondjam, a egész élete a vécé körül forog, az már egy nagyon kellemetlen történet, és ilyenkor tudunk hálát adni azért, hogy nem vagyunk denevérek. Egyetértünk? Ugye? Szóval a következőkben fel szeretném hívni a figyelmet néhány nagyon fontos dologra. Amikor már 5 kaki van egy nap, és laza, az már hasmenés. Ha valakinek egy nap 3-szor van rendes széklete, az még nem jelenti azt, hogy hasmenése van. Minden étkezés után nyugodtan lehet menni, üríteni. Az teljesen normális. Akkor van gond, tudja, ha ez híg, vizes, gennyes széklet. Eljuthatunk a napi 15 székletig is. És ismétlődnek a hasi görcsök, véres, nyálkás, gennyes, bűzös széklet alakul ki, bűzösek lesznek a szelek is, már lázam van, émelygek, hány ingerem, hányásam van, puffadt a hasam, hallható, füllel hallhatóak a bélkorgások. És ez az egész hasérzékeny tapintása. Na de, ami a lényeges, a kiszáradásnak a tüneteit jegyezzük meg, mert ha már azt látom, hogy lepedékes a nyelv, hogy a szemei beestek, hogy a bőr a ráncot megtartja. Megfogom, mi elengedtem, kész, kisimult. De az, akinek, aki már dehidratált, megfogom a bőrét, és úgy marad a ránc, és csak szép lassan fog kisimulni a bőre. Nagyon lényeges tünet. Ez időseknél és gyerekeknél nagyon-nagyon lényeges megnézni. És ugye jön a zavart tudatállapot és az aluszékonyság. Ilyenkor már arra van szükség, hogy kórházi ellátás, mert ha nem tud enni, mert mindent kihány, akkor intravénásan kell biztosítani a megfelelő folyadék és elektrolit bevitelt. Megoldások. Itt vannak a megoldások fizikai szinten. Hoztam egy receptet, ugye már rég nem írtam receptet, ezért írtam föl receptformában, de ezt ugye a patikában nem kell kikérni. Mindenkinek van evőkanala, ugye, tejáskanala és mokkáskanala. Mindenkinek van majdnem azt mondtam, hogy a rendelőjébe, visszajön az akadémikus, igen, mindenkinek van a konyhájába cukor, só és szóda bikarbóna. Nos, akkor egy evőkanál cukor, az nagyjából ugye 20 g, egy tejáskanál só, az 3,5 g, egy mokkáskanál szóda bikarbóna,
Ezt beletesszük egy fél liter tiszta vízbe. Na most itt egy pillanatra meg kell álljak, mert a tiszta vízről nem ártana annyit tudni, hogy a weblapon van egy ilyen, illetve két cikk, ami a vízről szól. Én mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy nézze meg a tudástárban, ott van egy csomó minden, nagybetű, kisbetű egymás mellett, és ott van egy olyan szó, hogy víz. Ha arra rákattintunk, azonnal kihozza azt a két cikket, ahol a vízről van szó. Ez az RO, ez nem Romániát jelenti, ez azt jelenti, hogy fordított ozmózis. Reverse ozmózis. Tehát akinek van fordított ozmózissal működő víztisztító készüléke, amit most már 60-70 ezer forintból be lehet szerezni, kijönnek és beszerelik. Olyan vizet állít elő, amiben nincsenek hormonok, halljuk uraim, nincsenek hormonok, nincsenek benne baktériumok, vírusok, semmi. A sótartalma pontosan csak annyi, amennyire szükség van, teljesen tiszta, és azért lényeges, hogy ne legyen tömve ásványi anyaggal, mert a felületi feszültsége a víznek ilyenkor nagy, és nem tud bejutni a sejtekbe. Ezért jutunk el oda, hogy öregségünkre a szervezetünk összetöpörödik. Mert isszuk a drága, finom, klóros csapvizet, vagy az ásványanyagokkal teli ásványvizeket, és a víz nem tud a sejtekbe bejutni. Tehát a sejtjeink szomjaznak, dehidratáltak lesznek, és összemennek. Nagyon jó lenne elolvasni azt a két cikket, amit Simon László barátom írt, akit szakértő ebben az egész témában, hogy lássuk, hogy mit jelent az, hogy tiszta vizet inni, és a második lépés, hogy hidrogénnel dúsított vizet inni. Na kérem szépen, az már luxus. Ott vannak a tudományos kutatások, dolgozatok, grafikonok, 14 oldal. Én azt hiszem, hogy ennyit el lehetne olvasni, és ha nem is tudományos szinten próbálom én ezt az egészet felfogni, csak látom az üzenetben, hogy összefoglalásban, hogy tiszta víz, tehát fordított ozmózis, hogy kicsi legyen a felületi feszültsége, tehát nem kell tele legyen szervetlen sókkal. Szervezetemnek a szervez sókra van szüksége. Hogy legyen ez a víz lehetőleg szerkezetileg is klaszterben megfelelő, és legyen ott, hogy hidrogénnel dúsított. Én kérem, olyan antioxidáns bomba a szervezetem számára, hogy felülírja még a frissen facsart narancslének is az antioxidáns hatását. Na, ennyit a vízről, ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy mi a tiszta víz fogalma. Mi ilyet iszunk, a virágokat ezzel öntözzük, nincsen viszkő se a tejafőzőbe, se a kávéfőzőbe, és kérem szépen, az energiabomba az benne van minden nap a hidrogénnel dúsított vízbe, mert ne felejtsük el, hogy az energiánkat a hidrogénből nyerjük. És hogy miként és hogyan, tessenek elolvasni ezt a cikket, és remélem, hogy felkeltettem az érdeklődést ezzel kapcsolatban. Nos, akinek ilyen készüléke van, az tudja nagyon jól, hogy miről beszélek, és az már megtapasztalta önmagán, hogy mit jelent ilyen vizet inni. A káliumpótlás gyümölcsökkel lehet banánnal, de amíg nem volt banán, és még mindig a legjobb, a reszelt alma. A pektin tartalma miatt kérem szépen fantasztikus segítség a táplálkozás szintjén, a hasmenések megoldásában. Aztán 3-5 napig kérem, nem ártana diétázni, ugye jönnek a párolt dolgok, a könnyen emészthető ételek, a gyenge húsleves, hát kérem, a legcsodálatosabb gyógyszer a húsleves, amit bevisznek a kórházba egy embernek, azt megeszi, mert boldogan is jó lesz, nyilvánvaló, hogy megfelelő körülmények között, és megfelelő betegnek, nem mindenkinek,
főtt krumpli, vajas kenyér, stb. Ez a rövidítés, hogy brát, ezt az interneten találtam, hogy banán, rizs, almaszósz és pirítós. Na de, ez fizikai szinten mind rendben van. De most ott vagyunk, hogy éterallergiák. Mert én nem ehetem meg, mert volt olyan hallgatónk, aki a piros almára volt allergiás. Minden más almát meg tudott tenni, csak a piros almát nem. Na vajon miért? Na vajon miért? És aztán azóta is nagy boldogan eszi a piros almát, mert megoldotta a konfliktusát. Szóval elképesztő az asszociatív gondolkodások. A cöliákia, irritábilis bélszindróma, emésztési panaszok. Mit tudok én ajánlani? Amikor leülünk enni, akkor annak örülünk, ami van. És nem bosszankodunk azon, ami nincs, de lehetne. Ez egy alapvető kérdés. Az asztal mellett nem beszélünk meg konfliktust hordozó témákat. És akkor ebbe így minden belefér. Annak örülünk, ami van. És hát ugye ne feledjük el minden este megkeresni a kakiban az aranyat, mert ha ezt megtesszük, akkor minden krónikus betegséget képesek vagyunk megelőzni. A táplálkozásról még röviden egy fóliát. A napi táplálékunk kell tartalmazzon fehérjét, szénhidrátot, zsírt, ásványanyagot, sót és vitaminokat. Csak egy-egy gondolat, fehérje. Ugye az eszenciális aminósav azért eszenciális, mert nem tudom mással pótolni. Az algákról tartott webkonferenciákban 10 éven keresztül erről mind beszéltem, hogy eszenciális fehérjék. És a lényeg az, hogy a fehérjedús táplálékra van szükségünk a megoldás követő fázisban végig. Egyetértek, Réka? Egyetértek, és mindenkit szeretettel köszöntök. Karesz, itt ma egész nap az ételekről beszélt, a táplálkozásról. Én azért hiányolok egy-két gondolatot, Karesz, még hozzá a táplálkozáshoz való viszonyunkról is. Nagyon sok mindent lehet olvasni. És a frissen megjelent könyvben, az útmutató az egészséghez című könyvben, a falat konfliktusok margójára írt soraimból nagyon szépen kidomborodnak azok a szokások, azok a viselkedés minták, amelyek bennünket az ételhez kötnek, és azok, amelyeket mi bűnösnek, gyanúsnak, mérgezőnek találunk, és amit mi egészséges ételként kezelünk, az néha pont a fordítottját jelenti. Így van. Na most én egyet tudok érteni azokkal, akik nem akarnak húst tenni, nem akarják megölni az állatokat. Ha jól tudom, 3000 évvel ezelőtt az ember még nem ölte meg az állatokat, viszont használta az állatoknak kihasználta az állatokat, mint segítséget, mert evett tojást, evett tejterméket, felhasználta a bőrét az állatoknak, a szőrét, stb. Tehát azért foglalkoztunk állatokkal, mert a túlélésünket biztosították az, hogy állatokkal voltunk körbevéve. Most is körbe vagyunk véve állatokkal, de az egy teljesen más téma. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy fehérje az mindenképpen szükséges, mert a májunk nem spirituális. Ezt minden alkalommal elmondom, ha nincs elegendő táplálék, beindul a májprogram. És már tudok olyanról, aki ez a hústussal, minek mondják az, milyen diéta, paleolit táplálékokban volt benne, és attól csinált magának májprogramot. Tehát szénhidrátnak lennie kell, ennélkül nem működik, az agyunk kell a cukor, és a zsír az ugye, az nem olaj. A zsír az állati eredetű, az olaj növényi eredetű, és a kettő nem ugyanaz. A margarint nem emberi fogyasztásra való, ezt felejtsük el. Az a margarin, ami tényleg minőségi margarin, az többe kerül, mint a vaj. A só, na most akkor itt a sónál. A sónak a forgalmazása régen a királynak a privilégiuma volt.
mert drágább volt a só, mint az arany. De minden, ami alapvető táplálék, azt meg kell szennyezni, és akkor megbetegszünk. Tehát megy nekünk a megbetegítésünk, nem csak félelemkeltéssel, hanem táplálkozás szintjén is, és a só sem az, ami, de ha paradicsomot fogunk beszerezni, akkor valódi sót fogunk fogyasztani, és annyit még, hogy a friss gyümölcs és zöldséget semmi nem pótolja. És Karesz, összeszedted ezen a fólián, és maradjunk még ennél a fóliánál egy pár gondolat erejéig, mert azokat a dolgokat írtad le, amelyek között körül a legnagyobb viták vannak jelen pillanatban. A fehérjékkel kapcsolatban nagyon érdekes az, ahogyan ezekhez viszonyul az átlagember. A spiritualitás, illetve az egészséges életmódnak az egyik sarokköve az, hogy ki mit és hogyan és mikor és milyen szinten táplálkozik. És én azt látom, hogy van egy ilyen hamis spirituális irányvonal, hogy a húsevők azok rossz emberek, a növényevők azok spirituálisabbak, fejlettebbek. Szeretnék mindenkinek ezt a tévhitet egy kicsit átgondolásra hívni mindenkit, mert a húsfogyasztás az önmagában nem teszi rosszabbá, vagy a növények fogyasztása, csak növényi táplálkozás nem teszi spirituálisabbá, fejlettebbé azt, aki ezt így viszi véghez. A májunk nem érti ezeket a diétákat, és nagyon izgalmas az, ahogyan a májunk, mint az a laboratórium, ahol minden átalakul, hogy ezzel hogyan bánunk. A májunk nem érti azt, hogy én most spirituális megfontolásból, filozófiai háttérből, vagy bármilyen más elképzelt dolog miatt valamit nem adok meg neki. Szegényen ilyenkor túlórázik, pontosan amiatt, mert neki elő kell állítani valamiből, tehát egy szinte egy alkimista laboratóriumnak tekintem a májat, és gondoljuk csak el azokat a diétákat, amelyeket mindannyian kipróbáltunk, hogy ezt tegyünk, azt tegyünk, emlékszem el a káposztaleves diétára, hogy addig eszed, ameddig már az étvágyad is elmegy, ha ránézel. Ezek szerintem minden ember életében, vagy környezetében volt egy-két ilyen spéci diéta. Nos, májunk ezt nem érti meg, tehát ezek az elvonások, hogy mit nem adok meg neki, ezek csak újabb felesleges terheket vonnak a biológiánkra, és ez akkor válik komolyá, és akkor látszik igazán a tétje ennek az elképzelésnek, amikor egy leromlott, meggyengült szervezetű ember kezd el észnek diétázni, mert mindent lehet olvasni, Karesz, ebben a témában, hogy a cukor táplálja a rákos sejteket, éheztest ki a rákot, és így tovább. Na most ne felejtsük el, hogy ezért a májunk hozzánk tartozik, sőt, most már tudjuk, hogy az értelmes biológiai különprogram miatt a rák sem egy ellenség, hanem valaminek a megnyilvánulása, tehát valami olyannal harcolok, ami bennem keletkezett az én gondolataim az által. Tehát itt van a teljes meghasonlulás, mert azon túl, hogy elválasztottságban élünk önmagunk is a lelkünk között, tehát hogy egyszerűen nem úgy élünk, ahogy az innen milyen belülről jönne, hanem az elképzeléseink korlátai terelnek bennünket az érzelmi hullámvasúton keresztül, hanem még erre rádobunk még egy lapáttal, hogy. És nem elég a gyógyulási folyamat nehézsége, a különböző vegyszerek használata, erre ugyan nem tértél ki, Karesz, és tudom, hogy ez nem a germán gyógytudomány hatásköre, de itt de a balesetek különböző igen, szerek. Az elején ezt igen, mondtam. De a különböző szerek, amiket szedünk, és különböző táplálék kiegészítők is. Azért hívtalak be, hogy erről most akkor fognak ilyen hasmenéses tüneteket okozni. És ha megnézzük a táplálkozás körüli mítoszokat, és megkérlek, hogy most bárcs egy fóliát,
akkor azt látjuk, hogy rengeteg elképzelés van, hogy mi a méreg és mi nem, és nagyon gyakran én azt látom, hogy X évente azért változnak az elképzelések, és amire addig azt mondták, hogy egészséges, azután méreggé válik. Igen. Itt hoztam pár példát a táplálkozás kapcsán, a hús, a kenyér, a tojás, a tej, ezek mind-mind ki vannak nevezve valamilyen szintű ellenség, és próbáljuk a diétást, a lájtost, a nem zsírost, a nem ilyet, a nem olyat kiválasztani, és nagyon gyakran látom és tapasztalom azt, hogy azok a termékek, amelyek élelmiszeripari szempontból, vagy tápérték szerinti megvizsgálás szempontjából kisebb, kevesebb értékűek, bocsánat, selejtesebb minőséget képviselnek, azok a drágábbak, mert ugye abból azt le kell zsírozni, és így tovább. Nagyon izgalmas az, hogy ezeket hogyan állítják elő, és hogyha a kedves fogyasztó a úgynevezett tudatos vásárló, mert ez a másik nagy hülyeség, amivel az embereket tudják manipulálni, hogy valamit megvegyenek, valamit eladjanak, ehhez be kell burkolni egy egészséges bundába. Ez az egészséges kinézet és látszat, ez már nagyon gyakran már alapjában a reklámban is látszik, megtévesztés alapon működik, és gyakorlatilag folyamatosan azt a hitet, tévhitet kelti a kedves vásárlóba, hogy ő most valamit tett az egészségéért. És ez a valamit tettem, az néha elegendő ahhoz, hogy hát én most már egy csomó pénzt elköltöttem mindenféle bogyóra, mindenféle különleges ételre, és akkor ettől majd biztos meggyógyulok. Hát ebben hinni, ez egy nagyon nagy tévhit, és nagyobb hitet követel, mint elfogadni az ötletörvényt, igen. Illetve a másik dolog az, hogy nagyon sok olyan diéta, illetve én ezért betettem a krémek, kenőcsök képét is erre a fóliára, ezek a táplálék kiegészítő dolgok is lehetnek, amelyek olyan szintű hozzászokást feltételeznek, hogy ha ezt már nem szedem, akkor a biológiámat nem fogom tudni támogatni. Tehát azért vigyázzunk azokra a dolgokra, amelyek függőséget keltenek bennünk. És még egy gondolat arról, hogy milyen fantasztikusan meg vagyunk tévesztve az ételek kapcsán, és ha vetünk egy pillantást ennek a képnek az aljára, az áldozat szerep alá, amit szeretném, hogyha egy kicsit kihangsúlyozhatnék. Igen. Pontosan amiatt, mert folyamatosan az a helyzet, hogy beveszünk mindenféle csodaszereket és mindenféle reklámszöveget ezzel kapcsolatban. De ha tudnánk például a pálmazsír az egyik nagy, nagy kedvencem, és talán egy kicsit az ellenségem is, amely most rettenetesen nagy divatot, nagy porondot kapott, és ugye mennyire izgalmas, eleve nem lehetne pálmazsírnak nevezni, hiszen a zsír az csak állati eredetű zsírszövetek felolvasztásával kapott földékot jelentene, tehát már maga megtévesztő az elnevezése is. És nagyon egészségesnek hiszik és nevezik, de egy picit utána néznénk, hogy hogyan gyártják ezt. Tehát, például az őserdőket írtják pont amiatt, hogy pálmaligeteket tudjanak létrehozni, és mindannyian sopánkodunk, hogy milyen meleg van, és milyen klimatikus változások vannak, és akkor most boldogan leveszük a polcról a pálmazsírt, mert szegény állatok termelik a szén-dioxidot, ami az üvegházhatásért felelős, gondolván, hogy most akkor megmentettünk egy disznót, vagy egy állatot, na ilyenkor pedig önmagunkat mérgezzük meg. Nagyon sok növény és állatfajta kerül emiatt a pálma ültetvények miatt veszélybe, és az orángután elefánt például, a tigris emiatt pusztul ki. Tehát most nagyon érdekes az, hogy a biodiverzitás, vagyis a
fajok közötti sokszínűség az mennyire megváltozik egy-egy ilyen divathullám alapján, és aztán jön a következő pánik, hogy jön a klimatikus változás, és így tovább. A pálmazsírnak becézett pálmaolaj, arról tudni kell, hogy ez egy biodízel, ami nagyon ritkán szolgál állati takarmányként, de általában olyan állatok takarmányaként, amit az ember nem fogyaszt el. Ez is érdekes, hogy ez annak az állatnak, amit megeszek, annak nem adom, de én ettől ezt még eszem. Az olajpálma gyökerében pedig olyan anyagot termel, méreganyagot termel, ami hosszú évekig a talajban marad, és azon a helyen rajta kívül semmilyen más növény nem fordul elő. Tehát most csak egyet emeltem ki az egészből, egyetlen egy valamire tértem ki, de ha megnéznénk, hogy ezeket hogyan állítják elő, és milyen színe van, és milyen szaga van, mert ugye ezeknek van egy szintelenítő, szaktalanító eljárás, amin átesnek, és azt látom, hogy ezeket nagyon kapkodják a polcokról, és már minden kisebb-nagyobb üzletben vannak ilyen biosarkok, amelyben olyan anyagokat tesznek ki a polcra, és tüntetnek fel egészségesnek, biónak, reformnak, vagy ki tudja még minek, amely olyan előállítással rendelkezik, amelyet ha az átlag ember ismerne, és tudna, akkor valószínű, hogy nem választana. És ha körülnéznénk mondjuk a kamránkban, említetted az előbb a paradicsomot, és ezt külön köszönöm, tehát a másik nagy ilyen őrület a Himalája só, aminek semmi köze nincs a Himalájához, ez Pakisztánban a tengerből szedik, még csak nem is hegyi só, ráadásul. És annyit kell tudni erről a zónáról, hogy ez egy lepárás után kapott tengeri só, csak jól hangzik, hogy Himalája, és annyit kellene még tudni, hogy a színét a vas tartalmától kapja, ami pedig attól van, mert Pakisztán környékén van a világ hajó roncs temetője. És azt gondoljuk, hogy ez mennyire különleges és mennyire klassz, de csúnyán és kicsit hitetlenkedve, kételkedve nézünk a paradicsom szürkességére, mert hogy ez nem elég tiszta, nem elég trendi. Szóval sok mindent tudnék még ezzel a témával kapcsolatban mondani, de egy dologra szeretném a figyelmet kihegyezni. Méghozzá arra, hogy a tudatosság nem azzal kezdődik, hogy mit táplálkozom, hanem azzal kezdődik, hogy mennyire éber vagyok arra, ami körülvesz. Hogy észreveszem-e a reklámfogásoknak a manipulatív szándékát, hogy odafigyelek-e arra, hogy a biológiám mit kér és mit kíván, odafigyelek-e arra, hogy azt, amit megeszem, amit magamhoz veszek, amit elfogyasztok, az minőségű legyen, odafigyelek-e arra, hogy a táplálkozás közben milyen érzések, milyen gondolatok, netán milyen konfliktusok érintenek meg. És a táplálkozással kapcsolatban azokat a hiteket és tévhiteket szeretném, ha mindenki felülvizsgálná magában, hogy vajon tényleg megfájul a gyomrom, ha ezt vagy azt teszem? Vagy azért nem szeretem például a tárkonyt, mert nem vagyok vele megszokva, és ha belenézek, hogy vajon miért nem használtunk mi ilyet? Hát lehet, hogy anyukámnak, nagymamámnak pont erre volt egy konfliktusa, és kihagyta az egészből, és azt mondja, hogy ez nem kell bele, és hogyha van benne, attól én beteg leszek. Anélkül, hogy nekem bármilyen történésem lenne szerencsétlen tárkonya. Most megint kiemeltem valamit, de ezt helyettesítsük be mindannyian azzal, amit kerülünk. És vajon egészen biztosan az az egy szem szilva az, amitől nekem hasmenésem van? Egészen biztosan
az az egy dolog az, ami nekem rosszat fog tenni. Azért, nőtt a fán az a gyümölcs, hogy nekem egészségügyi programokat rendezzen. Nem. Azt hiszem, hogy itt a táplálkozással kapcsolatban nagyon sok mindent lehetne még elmondani. Nagyon sok diétát felül kellene vizsgálni, és nagyon sokszor van olyan helyzet, amikor valamit elkerülünk, valamit nem akarunk magunkhoz venni. A diétázásnak az egyik oka, hogy maga az önleértékelés. Hát igen. És most nem a fogyókúrás diétákra térnék ki, mert ez teljesen evidens. Most én arra szeretnék rámutatni, amikor azért diétázunk, mert vezekelünk. Mert vezekelni szeretnénk, mert elítéljük magunkat valamiért, vagy a plusz kilókért, vagy egy múltbeli eseményért, vagy egy rossz döntésért, és próbálunk valami hirtelen nagyot változtatni. És a hirtelen megváltoztatás az pontosan arról szól, hogy valami látványosat, valami olyat, amit mindenki észrevesz, hogy én most változtam, hogy én most változtattam. És igen, tudom, hogy mindenkinek megvan a maga elképzelése, hogy számára mi a jó, és nem is szeretnék ilyen vitába, vagy ilyen eszmecserébe belefutni, hogy ki mit tart egészségesnek, és mit nem. Mert ez teljesen szubjektív. Az az egészséges, és az a jó, ami a biológiámat táplálja, a biológiámat nem teszi ki külön megterhelésnek. És persze itt is lehetnek az ízlések különbözők, lehetnek az elképzelések különbözőek, de akkor, amikor valakinek egészségügyi panasza van, legalább akkor figyeljen oda a biológia, a biológiai testének a kívánságaira. És szeretném ezt a kicsit mélyebbre ható gondolatmenetet fellazítani egy poénnal. Vegyük észre azokat a helyzeteket, amikor a diétánk körülforog a világunk, és nagyon sok olyan ismerősöm van, aki ilyen vagy olyan táplálkozást használ, és nagyon gyakran azt látom, hogy folyamatosan a táplálkozás körül van a gondolata. Én élelmiszeripari biotechnológiai mérnökét végeztem, nem szeretnék senkit meggyőzni arról, hogy ez így van, vagy nem így van. Használjuk a józan eszünket, keressük ki az interneten, nézzük meg, hogy miről szól. 8,5 évig dolgoztam élelmiszeriparban, minőségbiztosításban, tehát az európai jogszabályokat is még halványan vissza tudnám a témában mondani. Ne együnk meg bármit, csak azért, mert láttuk a televízióban. Igenis, olvassuk végig a címkéket, és hogyha túl hosszú a leírás, és túl sok tudományos dolog van benne, akkor válasszuk a természetesebbet. Én azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor arról szól, hogy mivel etettem a testem, milyen tápanyagot adok neki ebben a témában, igenis oda kell figyelni, és nem feltétlenül az akciót kell lesni, mert lehet, hogy valamennyivel kevesebbet fizetek jelen pillanatban a pénztárnál, de ez előbb vagy utóbb a biológiámban felhalmozódik, nyomot hagy, és az az idő, ameddig mi ebben a testben vagyunk, az nem arról, annak az időnek nem arról kellene szólnia, hogy vitatkozunk, hogy zsír vagy olaj, vagy jó vagy rossz, hanem arról kell, azzal kellene foglalkozni, hogy a valódi célunkat teljesítsük, és ne az étlapról válogassunk. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm, Réka, ezt a kiegészítést, mert azért is kértem meg erre, mert mint élelmiszeripari mérnök azért tudja, hogy a élelmiszerben, majdnem rosszul mondtam, szeriparban milyen huncutságok vannak. És én felelnék erre, hogy mi nem eszünk se tojás, se hús, se glutént, mit javasol? Én algát javaslok. Az algák fantasztikus táplálékok, tisztítanak, táplálnak és védnek, és kapható, megbízható forrásból megbízható alga, amiről 10 éven keresztül beszéltem akkor szerdai webkonferenciákon,
visszanézhetők előadások erről, nem óhajtok részleteibe belemenni, de az algákban fantasztikus lehetőség van arra, hogy a sejtszintű tisztítást, a sejtszintű táplálást és a sejtszintű védelmet megvalósítsuk. Nos, térjünk akkor vissza a lelki síkra, és akkor foglaljuk össze, hogy a germán gyógytudomány a megértéshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz ad alapot. Akinek az a kételje lenne, hogy ez nem tudomány, az nézzen utána, akár a Google-ba írja be, hogy tudomány, és meglátja, hogy a legfontosabb dolog az, hogy reprodukálható, ami nem reprodukálható, az nem tudomány. Ezt jegyezzük meg. Ráadásul összehasonlítható mindaz, amiről beszélünk, ugyanúgy történik meg a programnak a lefutása Afrika középső részében is, mint az északi sarkon, és előrejelezhető, tehát mivel tudjuk, hogy az Hammer iránytű alapján hol tart a beteg, nyilvánvaló, ha a beteg tudja, hogy mi a konfliktus, mikor élte meg, mikor oldotta meg, de valójában és nem akasztotta el, akkor erről az egészről lehet előre szólni, hogy mi fog történni, és vannak nagyon jól kiszámítható programok. Na tehát itt nem statisztika és állatkísérlet az, ami eldönti, hogy valamit igaznak hiszek, vagy nem hiszek igaznak. Egyszerűen az embriológiával senki nem tud vitatkozni, és az öt természettörvényt még senki nem tudta megcáfolni. Amit nekünk ebből meg kéne jegyezni, hogy zárjuk le békével a napjainkat. Zárjuk le békével a napjainkat, és akkor nem fogunk szenvedni tudományosan tovább. Én annyit tudok mondani, hogy ha ez nem lenne igaz, akkor már tanították volna az egyetemeken, mert 5000 hipotézisről szól a mai medicina. Ez az online tanfolyamon kivetítettem Hammer doktornak az érvelését a Nagyszombati Egyetem eset történeteinek a megbeszélésén. Ott láthattuk, hallhattuk Hammer doktort. Ha ez nem lenne igaz, mindaz, amiről beszélek, akkor Rikegert Hammer nevét nem mocskolták volna be. Ha ez nem lenne igaz, akkor én nem léptem volna ki abból a munkából, amit nagyon, de nagyon szerettem, csináltam, teljes hittel, teljes erőbedobással megoldottam, de amikor rájöttem, hogy nem azt teszem, amiért én medicinára mentem, akkor kiléptem. És tessenek mindent megkérdőjelezni, akár azt is, amit én elmondtam, és tessenek bebizonyítani, hogy nem így van, semmi probléma. Aki ezt be tudja bizonyítani, mondom, 3 Nobel-díjat fog kapni. Ne felejtjük el, hogy a tudomány az reprodukálható. Ez az alapvető különbség a mai medicina és a germán gyógytudomány között. Nos, akkor most kérem beírni a kérdéseket a csetmezőbe, és lehetőleg témával kapcsolatos kérdéseket fogalmazzunk meg előtte.